Köszöntünk ismét mindenkit a Esport 1 TV-n, a Magyar Esport TV-n. Rogue Eminem BO5 széria, a tét pedig óriási, még pedig az, hogy ki lesz az utolsó részvevője, a tizedik részvevője a European League 2021-nek, ki az, aki mondjuk feljut, ami az Eminem Gaming lenne, vagy esetleg a Rogue marad bent. Hát az biztos, hogy a következő évben, vagy hát ebben az évben, innentől kezdve csak egyikük lesz tier 1 csapat a Rainbow Six-ben. Hát nagy valószínűséggel igen. Most egy ilyen-olyan utakon meg lehet ezt kerülni, hogy hogyan nem lehetne igaz belkarolni egy másik rostert, vagy ilyesmi, de egyébként igen, a lényeg az, hogy a European League spotért megy a küzdelem továbbra is, Blueberry Sunrise, bár ez az első szájtól, hogy az MNM Gaming megkezdi a védelmét. Amint azt láthatjátok, a fejlesztésen is a Rogue nyerte az első pályát, egy 7-3-as győzelmet tudhat a magáén a konzuléten. Kicsit meglepő, látva az MNM dominanciáját a Kovana elleni meccsen a tegnapi nap folyamán. Hát, illetve azért dominanciának nem is nevezném, de mondjuk a stratjuk az megvolt gyakorlatilag a Rogue-nak vodozó, úgyhogy természetesen újat kellett alkotni. Bocsánat, konzulét volt az, mint a Kovana is ilyen arányban nyert kb. Az MNM ellen. Viszont az MNM-nek ugye megvolt a B-terve a pályára teljes mértékben. Hát az ugyanúgy nem működött sajnos a Rogue ellen, hogy a Kovana ellen az A. Ti pedig tudtok szavazni. Szerintetek ki nyeri a Coastline pályát, tudtok fogadni csatornapontokkal. Aki egyébként az 50 ezer csatornapontot eléri, az VIP-rangot kap. Ezek a csatornapontok termelődnek. Kéri. De kaphat, amúgy ügyhet a 100 ezeret igen. A beváltás nélkül. Igen, igen, igen. Ezek ugye gyűlnek csak úgy is, hogyha nézitek, illetve részt vesztek aktívan, cseteltek, stb. Aztán elsősorban erre lehet felhasználni, aztán ki tudja, hogy mire lesz még használva. Nagy valószínűséggel ugye ezen a csatornán lesznek magyar események is, külföldieken kívül. Nevezetesen az MNEP harmadik szezonja minden igaz, úgyhogy azért lehetséges, hogy még valamire lesznek használva ezek a csatornapontok. Ennek fében azért érdemes odafigyelni rájuk, szerintem is úgy alakítani, hogy minél több legyen, és ne adj Isten meg sokszorozni ezekkel az idézőjeles fogadásokkal. Igen, ez a gambling. Azért házat ne tegyek fel arra, hogy melyik csapat nyer itt. De egy pár ezer csatornapontot, hogyha van, akkor rá lehet tenni, hogy úgy még érdekesebb legyen a mérkőzés, még nagyobb legyen az izgalmi faktor, és még jobban izgulhassatok akár ti is egy-egy overtime-ban, vagy ilyesmi. Fent drónozzák már a rógosok, akik egyébként szándékosan kezdenek támadóban, ők választották az, nyilván az MNM pályája a koszt, úgyhogy a róg választott oldalt, és ők azt mondták, hogy támadni szeretnének elsőnek. Hát mondhatjuk azt, hogy a konzuléten bejött, bár ott igaz, hogy csak úgy alakult számukra, nem pedig ők mondták, hogy támadóban kezdenének. Lehet, hogy most is egy olyan nagyon durva félidőt fognak produkálni. Meglátjuk, az biztos, hogy gyors entry nem történik, egy kicsit lassabb, már igen, Fonkerszé az első kill, az első szó, Viszlát Rips. Kázsakáig alakítgatják meg a VIP padlót fentről. Aces is azon dolgozik, ő is breach-et hoz az S-sel. Hát annyira nem meglepő azért már S kezében breaching charge-ot látni. Nevezetesen Claymore van mellette már egy új ideje, nem pedig Flashbang. Ezért az egyszerű nézőknek még mindig szokatlan lehet talán. Nathan, illetve Dutz figyelnek elsősorban lobbira, Dionys drónja érkezik le, ez Dutz mellett elmegy, és Nathan sem lövi ki egyelőre. Jusus egy C4-jel dobja ki Karsakát, aki fentről alkotott, még mindig gondolom én, és ezzel kettős ember előnyben az MNM Gaming. Dionys fent továbbra is, Aces szintén, Kori pedig megindítja a csörgést, Aces megtalálja Fonkerst, és aztán csonkával is végez. Nagyon szép dupla a némettől. Körög a telóka, Dutz. Hát nem tudom én, valahogy ezt az utolsó két másodpercet kibírtam volna már a helyében csörgés közben. Leongid ugyan nem ennek köszönhetően ölte meg, de teljesen mindegy. Aces lő egy triplát, és aztán már csak Nathan van életben, aki kipíkel Holvéra, ott van Aces, hát rá nem egy egészséges dolog píkelni. Éppen pisztollyal kellett Aces-nek lövöldözni, és azzal sem a legpontosabban, ahogyan érezhettük. De egy quad kill ezzel együtt is összejön Aces-nek, és egy igazi nagy durranással kezdi a Rogue a coastline-t.
Hát azért tekintve, hogy 5-7 volt Aces-nél, egy 5-6 töltényt legalább bele kellett lőni a Nathan, mert lehet még többet is, ami azért Nathan-re nézve nem túl kellemes. Ő is bőven potétózott az előző ja, körben. Igen. Látjuk még egyszer a lépményeket, Aces dupláját, ahogy először Fonkers lövi el, aztán pedig tökéletes ütemben píkel le, és Jonkával is végezni tud. Nem tudott tehát Jonka egyenlíteni a létszámon, Huka és Billiard fog következni. 3v5-öt 3v0-ra tudtak hozni a rogue játékosok, akik életben maradtak. Jonka pedig egy Frostot választ a pulsz helyett. Egyre többször és többször látunk Frostot pikkelni a játékosok által. Éppenséggel Jonkát figyelhetjük meg, hogy hova fogja lerakni azokat a csapdákat. Kérdéses, hogy az MNM egyébként a legjobb szájtján kezdette, vagy sem. Itt coastline-on az amatőr casual szinten egyértelműen húkába és biliárdba szeretnek a legtöbben jönni kapásból. Viszont kompetitív szinten nem vagyok benne, hogy a kicsön, illetve a dining egy rosszabb választás. Dining? Nem engedett húka biliárdnál. Nem, kicsön és service, bocsánat. Okay. Ez a dining ez már így jött hozzá össze. Ja, mizéről, Oregonról. Hát igen, néha így más pályák miatt így ösztönből hozzámondom a rossz szájtot. Megesik, megesik, semmi gáz. Csak én azt hittem, hogy Dining-nak hívod a bárban valamelyiket, mert leülsz a kanapére, aztán tolsz valami kis kaját, vagy ilyesmi. Na, hát egy spawn pick Dutztól, ez nem tűnik a legokosabbnak most, és nem is jön be végül, bár nem hal meg, ami már ilyen kompetitív spawn pickekből a jobbik féle. Amiben nem hal meg a védő, azért itt jelentősen figyelmesebbek a játékosok, mint mondjuk egy Ranked-en, ahol pompikből le lehet észelni kis túlzással, hogyha valaki elég ügyes hozzá. Hát az M&M Gaming line-upjában könnyebb lenne felsorolni azt, hogy ki az, aki maradt az előző körhöz képest, mint az, aki megváltozott. Tehát tulajdonképpen Fonkers smoke-ozik megint, illetve ott van Juzustól a Mute, de a másik három operátort azt kicserélték. Vagyis hát inkább a másik három játékos cserélt operátort, mert egyébként Meluzi volt, csak Dutznál, nem pedig Nathan-nél. Továbbá itt van a Frost, te is mondtad, Ádám, azt Maestro helyett hozták, Dutz pedig Nathan-től és Dutztól a kis cserélgetések után jött egy Jäger az Oryx helyett. Na de a kördereken ez jelenleg még nem jelent sok mindent, mert nem láttunk nagy Frost csapdába lépéseket, le sincs téve egyébként az utolsó Frost trap, ami kifejezetten felháborító. Fonkers, ahogyan fejbe lövi Aces-t, az is felháborító lehet, pláne hogyha a Rogue-nak szurkoltok. Repölt egyébként meglepően könnyű visszalőni ahhoz képest, hogy Repörről néha milyen nehéz lövöldözni. De hát gondolom így van balanszolva. Ez nem véletlenül van így. Oh, Tolkien about Repöl, micsoda kill. Ami nem ment Aces-nek, az megy Corinak. 4v4. Akkor ide meg különböző vissza Fonkers, ráadásul, hogy a Smoke-nál Kenisztőr még maradt. Egy széné repül ki közben, Yuzushori meg Leon Gitzet. Ismételten ember előnyben az MNM Gaming Car, csak a lentről játszik irányeg, Yuzush erre is tud figyelni. Azért ezen a távolságon Yuzush szinte mindenféleképpen előnyben lesz, még akkor is, hogy esetleg Karzsaka a shotgunjára vált át. Koin érkezik közben Aquariumhoz, a Smoke ugye közelről eltüntette. Nathan viszont itt játszik hozzá kifejezetten közel, amit talán nem is sejt a német játékos, most már biztosan sejti. Hal, Kori, Nathan által, Karska pedig feltolja, feltolná a lépcsőt, viszont Yuzush nem üti meg kellőképpen a flashbang, Dutz pedig Ripset lövi vissza, gyorsan lezárja az M&M Gaming a kör hátrahevő részét. Dutz az utolsó játékos, az utolsó kill megszerzője, ezzel pedig kiegyenlít az M&M a coastline-on. Hát ez pontosan így kezdődött, a konzuléten is, hogyha jól emlékszem, de a biztonság... Jaj, elnézést kérek, biztos a kedvéért lecsekkolom. Ja, ott is 1-1 volt az első két kör után. Rogue 1-0, aztán M&M hozta a második kört, és így lett 1-1. Az nem alakult jól végül kimenetel szempontjából az M&M-nek. Ezen most lehet javítani, azért ez egy jelentősen másik pálya. Például a hard breachereken nincsen akkora felelősség és akkora fókusz, amit talán a Rogue játékából is észrevehetünk, vagy akár abból az Ace banból. Olyan biztosan bannolták ki ezt az Ace, csak úgy kivágták, pedig tudni kell a Rogue-ról, hogy kettő Ace main is van ott, legalábbis a CGG szerint meg három Zofia main támadó oldalon, úgyhogy
egy elég fontos karakter, igen, elég fontos karaktertől szabadultak meg, és... És nézd meg most ki játsza a Sofiát. Hát hiszen ez... Az, akinél ez, biztosan észmény van. Igen, pontosan. Hát ez hatalmas. Jaj. Ezt el kéne tenni egy humorosba, ha lenni nekem olyan mappám. De nekem csak erőltetett viccek mappám van, úgyhogy... Érdekelődött. Igen. Nem is akartam külön rosszal poénkodni, hogy azt át kell írni humorosra, pont ezért. Egész jó volt, Ádám, megdicsérlek. Köszönöm. Joker. Jön megint a... hát ez a Frost. Helyez ide az utolsó Frost csapdáját, és aztán egy fordított shield, amit egyébként szintén látunk azért néha napján. Kárcsak a Landmark Office-ból már tárt karokkal várja a ledroppolni kívánkozó Nathan-t, aki meg is gondolja magát. Leongitz pedig meglövi a pálya egyik leghosszabb angle-jét ezzel a pelettel most. Konkrétan a teljes horvétát fogják látni Sunrise-ból, amellett, hogy kicsönnek is az egyik felét. Kárcsaká lövő meg az entry-t, Fonkers esik kifejezetten korán, Nathan tud visszatrédelni, Kárcsaká esik. Úgyhogy Buck nélkül a Rogue a következő szakaszban. Helyette van még Sovereign-ük, összesen 7 darab Sovereign eszköz, úgyhogy a Buck annyira nem lesz vájú hiány szerintem. Tipsnek van elég utility-e az antigránát operátorok hatástalanítására is. Lamai most nincsen, Jäger van egyedül Death-től, Leongitz végez Yuzussal, úgyhogy ember előnyben a Rogue. És aztán ott a második Leongitztől, mekkora lövés, Nathan is esik. Csókának kell visszalőnie Corey-t, kiugrik rá Death, ezzel a kill megvan. Hát Jonka főleg ezzel az egyszeres scope-pal Frost-tal nem sok tűzharcban lesz előnyösebb pozícióban. De ebben talán abban volt, Leongitzet visszalövi, és aztán Rips végez vele. Tudják az utolsó játékos pozícióját, Dutz mégis elővi Ripset, aki defuserrel a kézben píkelt rá. Ész is Dutz. 1v1-ben Ash versus Jäger, az egyik legikonikusabb párharc, amit aztán Ace is nyer meg. Ezzel pedig 2-1 a Rogue-nak, ha már egyszer említettük, hogy az előző pályán így volt eddig a kronológia, most így is folytatódik. Bizony, nagyon bizony. Nagyon biztos keze van Ace is-nek még mindig. Kell is, szükség van a Rogue-nak egy olyan személyre, aki konzisztensen tud fregelni, akkor is, hogyha összességében a csapatnak nem megy annyira. Többnyire észiz egyébként ezt hozta még akkor is a Rogue-nak a legsötétebb időszakában is, szóval ez nem egy ilyen különleges alkalom, amikor ő fregel és hozza azt az első és a második pályán is, amit elvárnak tőle. Hogy eddig korrekt a teljesítmény Aces-től személy szerint, illetve a Rogue-tól csapat szinten. Jöjjön a negyedik preparation phase, és jöjjön a második kicsönköre, kicsönvédése az M&M Gamingnek. Mindjárt megnézzük, hogy esetleg van-e valami változás. Viszont előtte még fel szeretném hívni arra a figyelmet, hogy Darts maradt ugye 1v2-ben, és majdnem le is hozta, csak hát nehéz úgy lehozni, hogyha amikor 1v1-re visszalövöd az ellenfél, az Aces. Nagy Clutch királynak nem mondanám Dutzot, Nathan az, akinek tegnap volt 2 darab 1vx-e is, és ráadásul 5 darab plentje, úgyhogy ő nem csak hasznosan, de látványosan is játszott tegnap. Ez nem jelenti azt, hogy ma is csak neki szabad klatcsolnia, és mondjuk Dutznak kötelező jelleggel el kell buknia, de lehet, hogy már klatcsolási szempontból jobban be van járatva így a hétvégén mondjuk Nathan. Most viszont biztos, hogy mondjuk az M&M egyáltalán nem szeretné magát Clutch-szituban találni, akárki az utolsó életben lévő játékos. És hogyha már az operátorokat mondtam, hogy nézzük meg, van-e valami változás az előző körhöz képest, ami ugye szintén egy kicsön kör volt. Hát a védő oldalon ugyanaz az ötös van, támadóban azt hittem, hogy lesz egy változás. Kárzsakának a bakja az, ami én azt mondanom, hogy egy sledge-el lehet jobban járna a Rogue. Igen, de nem, maradt ez a bizonyos bug, úgyhogy ja, ugyanaz a 10 operátor, és ha jól látom, ugyanaz a setup is így pálya átalakításban, environment destruction-ben. Ori még mindig fel tud mászni itt a növénycserepekre, és innen benézi szájtra, pont lemarad egyébként az átott álló Jonkáról, aki ezt az utat megúszta.
És egy perccel a kör kezdete után minden 10 játékos talpon még, ez nem volt elmondható a legutóbbi körben. Csokka azok Q1-korként vigyázzam a szájt folyamatosan. Tetszett meg, nem idlem azért, amit most kap. Higgák telefonon és közben kapja a flasheket, és Leon Gitz kapja a Nathant, aki Aces-zel végzett, és aztán most Tatsz is, ha Leon Gitz ismételten berobban szájtra, és Aces-zel karöltve lövik meg a csapat első három kijét. Igaz, a németet elvesztette a Rogue, van még neki kettő, Corey, illetve Reeves személyében. Jonka, illetve Yuzus talpon mindössze. Erre az engőre nem feltétlenül számítanak, amit Jonka tart most, illetve arra sem, amit Yuzus. Elég agresszív pozícióban mindkét M&M Gaming játékos. Ami az akár visszájára is elsülhet nagyon könnyen. Kori, hajt be egy fregnédet, ami meg egészen közel van Yuzushoz, aztán visszábbdébb még egy kicsit a smoke. Érkezik a következő, ez sem az ő direkt pozíciójára érkezik, egy kicsikét bántja azért. Yuzus pedig visszalövik majd itt az SMG-vel, és aztán egy canistert is kidob még. Nagyon jól jött Yuzustól ez a kill, nagyon jókor jött ez a kill, és még van kettő smoke canistere, igaz, hogy abból egyet kidob, úgyhogy egy marad a körnek a legvégére majd, miközben Jonka érkezik a flanken. Drónon láthatnák, bár nem nézik ezt a drón, pedig kettő halott is van a Rogue-nál. Karzseka fejbe lövi, ennek ellenére meghalotta, és Leon Gitz a tripláját befejezi, és kiegészíti triplára azt a duplát, amit már a kör közepén megszerzett. A hibanával falon keresztül letúrja az utolsó élő M&M játékost, aki egyébként honfitársa volt, mert nem Jonka volt az, hanem Yuzus, hogyha minden igaz. Ugye az M&M-ben négy brit játékos van, a Rogue-ban pedig egy, úgyhogy Leon Gitz tulajdonképpen így nagy százalékban honfitársakat lövöldöz le, amikor lövöldözi őket. Yuzus itt pakolta rendesen az SMG 11-jel ezt a killt. Na hát, megint benne van Ádám az, hogy elhozza az első félidőt a Rogue. Emlékezzünk, Konzuléten ott szintén ugye 4 kör után 3-1 volt a Rogue-nak. Eddig ugyanaz a forgatókönyv, ha mondhatom így, amit már te is mondtál, Ádám, hogy kísérletesen hasonlítanak a round history-k az előző pályára. Kéreses, hogy hogy alakul ez ebben a körben. Két impactját Dutz már kidobta. Rota csinálása, annak ellenére, hogy egyébként Csonkának van egy shotgun revolver, egy Yuzusnak is, Fonkersnek is egy-egy alak shotgunja. Itt ehhez képest szerintem érdemesebb lenne egyszer egy C4-et hozni a Melussival. De hát én ezt már korábbi körökben és korábbi mérkőzéseken is kiemeltem, és valamiért mégis inkább így játsszák a profik. Ez az Evil Eye ötletes Csonka részéről. Biztosan védik, nem védik semmivel, se ADS-szel, se Mágnessel, így viszont elég könnyen sebezhetővé válik ez az Evil Eye szerintem. Ha megnézzük, konkrétan három operátor is le tudja szedni a falról. Éppen próbálkozik be a szokásos spawn-pinkkel, és megúszza. Szokásos módon Karzseka megint jött, hogy visszalője, a Spawnkers pedig kapott valahonnan egy töltényt. Aces pedig már ablakon keresztültem. Igen. Valószínűleg ő volt az. Ugyanaz a line-upok vannak, mint az első Barz támadásban és védésben természetesen. Szóval a csapatok tudják, hogy mire kell számítani. Tudja az M&M, hogy hogyan támad itt a Rogue, milyen operátorok vannak, és hát aki tudja javítani azt, amit elrontott még a legeslegelső körében ennek a mérkőzésnek, hát ennek a pályának pontosabban. És erre szükségük is van, mert nem szeretnének megint 1-4-ben lenni 5 kör után, mint voltak Konzuléten. Ehhez elsősorban Leon Gitzet kéne kiiktatni, Fonkerső Aces-t iktatja ki, az sem rossz, a másik 6 killes Rogue játékos. De hogyha már úgyis Leon nevét említettem, azért hoztam fel, mert igazi impact fragging, amit művel, eddig 6 kijéből 5 impact frag volt, ami mutatja azt, hogy mennyire fontos láncszem a Rogue nevű gépezetben, és pont a körök közepén szokott ilyen duplákat elejteni, ami lélektanban nagyon sokat jelenthet. Kori ezúttal érkezik a DMR-rel, és búcsút intünk Yuzusnak. Fonkers pedig továbbra is egy HP-n, a három kenisztőre viszont megvan, amire egyre nagyobb és nagyobb hangsúly kerül. Leon Gitz fent egyelőre, Rips végez Fonkers-el, csak említeni kellett, három kenisztőrrel a zsebében hal a smoke.
Leighton fent még mindig, Dutz pedig lent, ezt hallja Leon Gitz, de talán a fentit is, vagy egy drónon keresztül akár, pont jó ütemben húzódik vissza ahhoz, hogy ne találkozzon Dutz-szel, és ő távol egyelőre Sightól, de Jonka sem olyan nagyon közel, igazából Sunrise-ból mehetne le a defizer egészen simán, ahogy így nézem. Leighton közben a tűzharcban Clips-szel szemben, Clips egy concussiont lő utána, Leon Gitz pedig most fog menni Sunrise-ba rakni a defusert, ugye jól látom, és ki van szorítva az emberem teljesen, bár ezt most ugye visszalőni Karzsakát, és mehetnek is le a játékosok. A defuser egyelőre nem indul még el Leon Gitz részéről, Reeves esik, na most igen, három rógjátokosnak együttesen sem volt 100 HP-ja, meg aztán még kevesebb, Leighton odafut Leon Gitzhez kihasználva a utility-t is, Dutz pedig Corey-val végez. Hát ezt nem mondtam volna ilyen simán menem körnek mondjuk egy 20 másodperccel ezelőtt. Amit pedig említettem, az M&M el tudja kerülni, mégpedig az, hogy 1-4 legyen az ő szemszögükből nézve. Nem mondom azt, hogy tragikus lett volna, de azért védőben ezen a coaston egy 3-3-at illik hozni. Hogyha tegnap klubban beszéltünk arról Leskivel, hogy ott az első félidei eredmény reprezentatív lehet a végeredmény tekintve, mert hogy jól balanszolt pálya, és nem az van, mint Team Parkon, hogy ha 5-1-re nyertél védőben, akkor még mindig nincs semmi eldöntve a második félidőre. Hanem itt az van, hogyha mondjuk 4-2 az eredmény, akkor mondjuk be lehet tippelni a végére egy 7-5-öt vagy ilyesmit. Annak a csapatnak nyilván, aki a 4-2-t intézte az első félidőben. Itt igazából nem jelent az hátrányt vagy előnyt, hogy te melyik oldalon kezdesz. Pláne látjuk azt, hogy a róga támadott választotta kifejezetten magának. Szóval nem az a minden nélkül ragaszkodás volt a védő oldalhoz, mint mondjuk Café-n, Team Parkon vagy Villán. Igen, igazából a Coastline a konzulét mellett a másik olyan pálya, ami balanszoltabbnak tűnik ilyen téren. 50-50-es védő-támadó arány van nagyjából. Mégis mennyien szidják ezt a két pályát mostanában? Mindig divat valami igen. Pályát szidni egyébként. A border mindig divat, csak ugye nem kompetitív pálya már egy ideje. Ja. Hát mindegy, nem lehet egyébként mindig mindenkinek kedvezni, de én azt mondom, hogy hiába már a Coastline egy öreg pálya, és nem újították fel, rendben van, tehát nem kell csak azért belekötni, hogy valamibe belekössünk, meg azért mert divat. Ja. Aces is Karzsak a tetőn elsőként, és lassan egy szinten lejjebb rógjátékosok. Szokásos bedrónozás megtörténik, ezután is Penthouse-ban játszik egy játékos, de lehetséges, hogy Seattle-ben van már inkább. A ping is érkezik rá folyamatosan. Nem pedig droppol Aces. Itt egyet a fürdőből, Jelmi Holvéra, Hall of Fame-re egészen pontosan, és láthatjuk Benzet még egyszer. Amit a Frost Trap-et is pingeli, tudják meg a másikat is. Hát szegény Jonka egy ajándék injured sem tud elkapni ezekkel a welcome metekkel. Rip sebződik elég alaposan. Érkezett a segítség Dutz részére. Aztán pedig ki tud menekülni még időben. Két impact azonnak el Zofia részére, hogy gyakorlatilag Nathan pedig lő magának egy píkelő lyukat gyakorlatilag a falra, aztán inkább visszahúzódik ő is. Körfele eltelik lassan, és a rogue játékosok egyszerűen vannak mindannyian. Találomra jön fel egy C4 gyűzus részéről. Ez igazán talál. Tartja az angle trips, aztán inkább ott hagyja, és most érkezik a kör derekán, talán majd az első kontakt legalábbis illene már, mert eddig a rogue-oké, hogy nyitottak falat, meg majdnem nyitottak még egy falat, meg dodzsoltak C4-et, meg ilyenek, de összességében azért nem mondanám azt, hogy kontrolljuk van site környékére, mert most ez a VIP-juk, oké, ez mondjuk nem rossz, de ezen felül semmi. Tehát valakit ki kéne küldeni húka ablakba vagy balkóra, mindenféleképpen. És hogy minél több rossz hely legyen, mert ez, hogy most egy helyről bejönnek, mert valószínűleg akvából bejönnek, vagy hárman, négyen, az nem lesz a legszerencsésebb. Ahogy ezek a stunok sem, nem tudom, hogy hát mi volt az elképzelés. Mert valószínűleg az, hogy a bárpult mögé flash-elni, tehát az nem oda kell dobnia
Aztán na mindegy, ez legyen a játékos gondja, ahogyan a védő gondja az, hogy csörög a telefon. Corinnak köszönhetően elhasználta a második logic bombját is ebben a körben. Mostantól csak pusolnia kell, és esetleg gránátot dobni, amiből még van neki kettő. Megvan az első két kill, 25 másodperc az órán. Leon Gidsnek lassan már a planten kéne gondolkoznia, sőt nem is lassan, hanem inkább gyorsan, csak Nathan lent van, szóval addig, amíg ő életben van, nem lesz plant, legalábbis nem a basic plant pozira. Júzuson elnyitek, és good night, sleep tight, nem tudom, hogy mondják az ő nyelvén, de ezt azt hiszem anélkül is megérti, hogy mondanánk. 3v3 az utolsó másodpercekben teszi Leon Gidsz a diffusert, elszabadul a pokol, és megy le továbbra is a defu, de megtalálják, Júzus és Jonka intézi, és az M&M elhozza a hatodik kört, amivel biztosítják azt, hogy nyitva marad a mérkőzés, és egyáltalán nincs lefutva még semmi, mielőtt megkezdődik a második félidő Coastline-on. És egyébként a térfél csere után Blue Bar és Sunrise Bar fog következni, amint azt láthatjuk. Össze tudjuk hasonlítani ugye az, hogy az M&M mit csinált, illetve hogy mit csinál a Rogue. Igazából semmi meglepetés nem okoz a Rogue. Jön Legion, Leon Gidsz részéről, egy olyan operátor, amit az ötös nagyon szívesen játszott már korábban, és Aces Next szezonokon keresztül volt másik nagy mainje, Jäger mellett. És igazából beADSL-nek a sarokba, hogy azt láthatjuk, mind a három oda kerül, úgyhogy abszolút a Sunrise kanapé plantekre készülnek fel. Funkersnél van egy Twitch. Twitch-el a tegnapi nap folyamán is láttunk kellemetlen meglepetéseket okozni játékosokat. Funkersnek van még lézere, az alapkamerát kiszeri természetesen. Hát ott azért veszélyben lesznek az ADS-ek, amit Rips talán úgy rakja le a jammert. Hát nem, pont nem lehet bemenni az ajtó Twitch-ronnal, csak úgy. Érdekes, minden esetre nehezen lesz drónozható is majd Sunrise ajtó. Észézék pedig építenek még ki védelmet a túloldalra, valamint a shield is oda kerül szokásos módon Corey részéről. Nagyon tetszik a Rogue-nak a line-upjában, hogy megjelenik a Legion. Szívesebben látok Legion-t, mint Frostot. Nem tudom, hogy miért van bennem ez. Talán azért, mert jobban megszokott, és az ember próbál ahhoz ragaszkodni, amit korábbról megszokott. Igaz, hogy nem Aces hozza, aki a legtöbbet játszotta az elmúlt időben a Rogue-ból ezt az operátort, de úgy gondolom, hogy mivel Aces most 7-4-ben van, nem baj, hogyha ő a Jägeren van, ami az abszolút Fregger operátor ebből az ötből. Corey, hát ő aztán tényleg nem Fregger operátort hozott, de a shotgunnal fogja, és lelövöldözgeti Júzust. Hát én ezt a VTF-et nem érti az úr, hogy mi történt. Hát konkrétan ott van az angle, ez nem tudom, drónozási hiba, vagy csak nem tudom mi volt ez itt, figyelmetlenség, vagy mind a kettő. De ez nem egy ilyen VTF moment, mint az, hogy mondjuk tegnap az egyik haveromat lelőtték Oregonon a áttörhetetlen fém ágy mögül, meg ilyenek, hanem ez csak olyan, hogy nem figyelt a játékos. Hát meg mégsek nem is olyan, amit Jusus lőtt az előző körül egy falon keresztül, csak úgy kár se kára. Na az meg fokkal közelebb volt. Meg Clubon, amit pakolt, nem is tudom már ki ott a bathroom falon, bedroomból, ki jacuzzira, ja, igen. Még a meccs, még a nap legelején. Igen, Milon volt. Milon, aha. Talán Kantóra. Igen, Kantóra. Kori píkelget kifelé továbbra is. Négy tárnyi van még az SMG töltényekből, valamint három kenisztere is megvan. Kevesebb mint egy perccel a kör vége előtt, egész jól áll időmenedzsmentben a Rogue. Elkapnak egy újabb adag valamit, meg egy újabbat. Funkers végez Aces-zel, aki kiputott és előtte Dutzot. Úgyhogy ezzel továbbra is őrzi a szimpla ember előnyét a Rogue. És ha trédelik a gunfightokat folyamatosan, akkor az számukra teljesen kiváló lesz. Funkers nem kap semmit a kenisztörből. Szorítja őket ki egy kicsit tovább. Az utolsó megvan neki, azt is kidobja hamarosan. Közben Jonka fentről próbál rálátni a rógos védelemre valamilyen szinten.
utolsó kicsi charge-át is lerakja. Aztán pedig csatlakozik Nathanhöz, Office felől. Conkers pedig egyelőre Blue-ba tart keresztbe, átforgatta az M&M a támadást teljesen. Hát felfogták azt, hogy ott Corey-tól nem igazán fognak tudni bejönni. Rendkívül jó fegyverei vannak, close range-re meg egyébként védelmi canisterök, ADS-ek, minden. Csak a fészeli lekarzsakát, Leon Gitz lobi vissza őt. Conkers pedig nagyon jól tart keresztbe, Leon Gitz esik, ki kell pikeli a Corey-nak, de tökéletes ütemben ugrik be Conkers és lövi el Ripset, de mégis a védők nyerik a kört, mi történt? Egy C4-et kaphatott, aha, egy C4-et kapott a plantelő játékos, és ez injure-be vitte, hogyha jól gondolom. És végül is ez okozta a győzelmet a kiugró játékosnak, amiről azt hittük, hogy a vesztét fogja okozni. A Rogue szerzi meg a vezetést a második fél időben. Hát kicsit akkor mondhatjuk, hogy emiatt hasonlít a kezdés itt a második játék részben az elsőhöz. Még egyszer egy próbálom követni. Tehát Ripsnek nem injure-be vitte a C4-en, hanem megölte konkrétan. Tehát 1v1 volt a vége. Ja, meg lehet, igen. És Fonkers még Ripset visszalőtte, hiszen tudták, hogy honnan jön a C4, viszont Corey érebben maradt a smoke-on, egyébként 100 HP valami dicséretes, és így hát technikailag nyert egy 1v1-et Fonkerszel szemben. European League Stage 2-jében egyébként 38% volt mindössze a védő körök aránya itt a Coast Line-on. Ez abszolút a legtámadóbb párti pálya összességében. Sőt, hogy más nem mondjak, azt hiszem az egyetlen pálya konkrétan, ahol a támadók voltak fölényben. Már konzuléten 54 volt a támadóknak és 46 a védőknek. Milyen jó, hogy pont ezt a két pályát látjuk egyébként elsőnek és másodiknak. Ez tényleg egyébként nagyon durván támadó pártiságot jelent. A védők ennél nagyobb arányban összesen csak a Theme Parkot tudták nyerni, mint ahogy a támadók ezt a coastline-t. Itt meg a EU-liges Twitch setet láthatjátok. Hát nem a legcsodálatosabb, amit valaha láttam, de igazából. Hát a régi pro-ligekhez képest, ahol sincs, maradjunk annyiban. Ezzel is, hogyha megveszitek, támogatjátok magát a European League-et és a csapatokat is valamilyen szinten. Pénzdiazás, illetve lebonyolítás infrastruktúra terén, és természetesen magát Ubisoftot is. Egyéb projektekhez persze. Úgyhogy igazából mindenki örül annak, hogyha megveszitek akár ezeket a szetteket is, meg egyébként nagyjából hasonló mondható el így egyesével a profi csapatoknak az itemjeiről. Micsoda lövés Leon Gitztől Fonkersnek, hogy Fonkers számára meg is dicséri természetesen korábbi csapattársát Fonkers. A Team Secretben ugye értek el sikereket együttesen. Például nyertek egy LAN-t, ugye a Las Vegas-i tornát, amivel egyébként Allied Miner volt az? Igen. És aztán azon a Major-on, amely kijutottak az amerikai Major-önnek bronzérmes helyezést szereztek. Igazából ezek voltak a legnagyobb sikereik. Jonka végez Leon Gitz-szel. Hasonlóan nagy lövést kap Leon Gitz. Kiosztott a jégerrel. 4v4 a kör derekán. Jézus pedig bontja a padlót. Mondtam még az előző fél időben Rogue oldalról, hogy Karzseka inkább Sledge-et kéne, hogy hozzon, ne Buck-ot. És ezt a tanácsomat nem ő, de az M&M megfogadta, és igaz, például ilyen csavarokat is behoztak, hogy Twitch már második körben is, viszont itt van stabilan Yuzusnak a Sledge-e, amivel játszhatja azt az SMG-11-et is akár, amivel ő annyira jó védőben, meg pláne bonthatja a padlót. Az utolsó egy perc következik, kedves nézőink, amikor nem tudnám megmondani, hogy melyik csapat fogja elhozni ezt a kört, bár Aces Fregéje után lehet, hogy egyre nagyobb eséllyel tippelném meg a Rogue-ot. Igaz, hogy Nathan teszi a diffusert, ez lett az első plentje a mérkőzésnek, hogyha le tud menni, és nem tud lemenni, nem lesz meg az első plent még a 8. körben sem. Rips és Corey egy-egy kill, egyedül marad Yuzus, és ez innen visszahozhatatlan 1v3-ban, már csak azért is, mert Aces kinéz rá, hátba lövi, és a Rogue 5-3-ra vezet a spanyol pályán. Továbbra sincsen plant, Ádám, pedig már láttunk 8 kört. Igen. Hát nem mondom, hogy legplant heavy pálya ez a coastline, de azért itt jócskán elő szoktak fordulni defuser lerakások. Aces meghallgatta szépen, hogy Yuzus mikor üti ki az utolsó keretet az ablakot fedő barikádból, és aztán ki is futott rá ellőni őt. Gyakorlatilag a free kill mint a példája volt ez.
Kuka és Biliárd fog következni. Kettőből kettő kört nyert eddig védekezőben a Rogue. Van még egyszer Jonkának a hatalmas lövése. A gyönyörű tízszeres nagyítás rajta. Nem is látszik, hogy az, hogy fejbe lőtte konkrétan, de elhisszük egyébként a játéknak, hogy a fejét is eltalálta. Huka és Biliárd fog következni, Leon Gitz pedig Legionre vált vissza a Maestro-ról. Rogue-ok terén éles váltás, de lehetséges, hogy jövedelmező lesz a Rogue számára. Van továbbra is Twitch Conkers részéről, akinek még mindig van egy nagyon jó fegyvere, Flash-e, ami egyébként kezd kifejezetten hiányzik lenni, így, hogy például Lash-től is elvették. Meg ott vannak a Shack drónjai, amivel az összes védő operátorra counter, és azért ez így elég erős választását teszi összességében. Emlékszem egyébként azokra az időkre, amikor Twitch egy ilyen majdhogy nem must pick volt, és aztán utána én 1-2 szezonon belül így teljesen eltűnt a Pro League-ből ilyen 0% körüli pick rate-re. Már öreg. Európából és Észak-Amerikából. Öreg 2017 vibes. Hát igen. Brazíliában természetesen Twitch Valkyrie volt az összes entry, nem pedig a Jäger, mint a jobb helyeken. Hát, Brazíliában sosem úgy volt semmi, mint a világ többi részén. Aztán bejött az Apex, mint negyedik régió, és akkor így, haha, szerintetek Brazília különleges? Mi lenne, hogyha el a shotgunnal meglelőnnénk a világ legjobb játékosait és hasonló? Jaj. Jut eszembe egyébként most, hogy így az Apex csapatok egy kicsit itt megvillannak általam, hiába ez egy Európa Liga adás. Hát hallgattam a 6on6 podcastjét Interónak, benne volt szuper, mint vendég, és nagyon ki volt égve szegény, hogy a Cyclops az ugyanolyan tírbe van sorolva az R6 Share programban, mint a Phoenix. Ugye a Cyclops az meg most úgy jutott eszembe, hogy Jonkának Cyclops skin van az Ophiáján. Dacé az első szó a 9. action phase-ben. Még egy kört kéne hoznia most gyorsan az M&M-nek, mert mármint úgy, hogy elnézést, nem még egy, már egy kört kéne hozni az M&M-nek, mert ebben a félidőben 2-0-ra megy a Rogue. Hát Fonkers az inkább ripszéket zaklatja, ahelyett, hogy védőgadgeteket lőne, pedig szerintem azért bőven találna a Scythe-on, hogyha szeretne. Meg a Scythe környékén akár a csapattársak megsegítésére Rips kap egy flash-t, meg valonnan egy jó adag töltényt Corinak kell fedezni a kicsőn felüli részt. Pont jó ütemben húzódik vissza elsőre, és aztán másodjára is Rips pedig végez Nathan-nel, Jonka a következő, aki bepusson rá, neki már meg lesz Rips, így is van. Megvan a defuser is ezzel együtt, ami egyébként lent esett, köszönhetően a mute-nak visszatér, tehát C4 alulról már nincsen, ugyanis Aces és Rips is kiesett. Kársaka itt van még, ő legalább C4-et hozza Melusszival, most ennek egy kicsit örülnek azért. Kori előtt pedig egy drótot lőnek, és befekszik egy olyan pozícióba, ahol azért előnyösebb helyzetből várja majd a támadó játékost. Eladta van Dutz, a drón természetesen érkezik. Merre van Kori? Ott van a lépcső fordulóban. Leon Gitz végez Jonkával, Jusus viszont visszalövi a brit játékost. Kazsaka és Kori maradnak ketten, három M&M Gaming játékossal szemben. Kori blue lépcsőn, Kazsaka pont túloldalon akváriumban, igazából talán a legjobb pozíció, amiben lehetnek jelenleg, 30 másodperc hátra. Jusus pedig ott van Huka előtt is lassan defuse lerakására készül. Kori ellövi Jusus, ott van még egy játékos, amiről Kori talán szintén tud, figyel közben blue lépcsőrésben, onnan jön az S, aki aztán vissza tudja lőni a német játékost, és így Kazsaka pozíciáról is tudnak. 10 másodperc van hátra, megy le a defuser Fonkers által, Kazsaka ezt nagyon jól tudja, megvan a C4! Nem akad, de fennakad, pont viszont Injurbe lövi Dutzot, Kazsaka 1v1-ben marad, Fonkers abba adja defuser rakását, és nagyon jól dönt Kazsaka azzal, hogy nem pushol be Scythe-ra, hanem inkább megpróbálja kint megvárni Fonkerst. 6-3 ezzel a Rogue-nak, meshponton vannak a második pályán. Ilyen ez a Game Sense Kazsakától, a lehető legjobb döntéseket hozta meg. Mióta a Rogue-ban játszik, az egyéni statjai jelentősen rosszabbak, mint volt az korábbi csapatában, az Empire-ben, viszont ennek ellenére hasznos tagja ennek a láncolatnak, hasznos láncszem, hogyha már itt tartunk, és most ezt az 1v2-t nagyon szépen lehozta. Egyébként itt nem tudom, hogy a másik irányból nézve, Fonkers irányából nézve ez hogyan nézhetett ki,
mert szerintem őt egyáltalán nem lehet hibáztatni. Tehát konkrétan a csapattársának őt fedeznie kellett volna, ez nem sikert, nem sikerült, utána pedig már Plantről nem beszélhetünk, mert nem volt annyi idő, lepussolásról sem nagyon, mert ez nem egy olyan helyzet volt fizikailag, elhelyezkedésben, pozíciókban a pályán, úgyhogy ja, Kárzsakát egy hatalmas dicséret illeti, és hiába 3-6-ban van, most körülbelül egyedül intézett egy kört a Rógnak. Egy kicsit túlzásba esve, de nagyjából azért ez a clutch mondható igazán fontosnak. Jó, itt a Legion-t vágsz egy Frostra. Itt látnak szemeink. Ugyanaz a setup egyébként Sunrise-nál. Két Jammer oda kerül, 3 ADS, egy pajzs oda kerül. És az emelem nagyjából ugyanazzal a felállással érkezik egyébként. Hibana továbbra is itt van, mint egy ilyen egyfajta kötelező pick arbitrőrre. Igazából egy-egy fal van, Sunrise fal például akár ennél a site-nál, ahol lehet használni Hibanát, viszont azért ez az a pálya továbbra is az egyetlen önkompetitív pálya, ahol lehet nyerni támadóban bőven akár arbitrőrök nélkül is. Bunkers néz be a Shack drónnal. Most pedig távolabbról figyel egyelőre. Szervizben és kicsőben többen is a Rogue játékosok. Leon Gitzesik elsőként, Fonkers végez vele. Ezúttal a korábbi szikritesek párharcát a Finn nyeri. Az pedig egy nagyon szép bemozdulás és lövés Jonka részére, esik Aces is. Talán a két legveszélyesebb játékos a Rogue-nak kiesik most. Ezen a mérkőzésen is ők nyújtották a legjobb formát. Jusus és Jonka lő egyet-egyet. Karzseka nagyon gyorsan itt marad 1v5-ben, a drón itt van, de pont nem látja őt, hogyha minden igaz, viszont hát ellövi magát Karzseka, tudnak róla azért. És nagyon hova menni a Karzsekának, mennek rá hárman egyszer az M&M játékosok, Funkers lövi el végül, úgyhogy egy Flores rounddal jön vissza a mérkőzésbe az M&M Gaming. Na hát a Double Bars site 4-szer volt, 2-szer hozta el a Rogue, 2-szer az M&M, egyébként fél időre az elosztások 1-1, tehát nem úgy, hogy az egyik csapat 2-szer az első fél időben, a másik meg 2-szer most. És már több kört hoz az M&M Gaming, pedig még nincs vége a pályának, mint az előző mappon a konzuléten, ugye az 7-3 lett 10 kör, itt biztosan látunk legalább 11 kört, lehet még annál sokkal többet is, ez igazából inkább a briteken múlik, hogy mennyire tudnak visszakapaszkodni. Most hibátlanul egymás után kéne 3 kört hozniuk, abból már egy megvan. Lássuk, hogy hogyan fogják folytatni. Leon Gizza Vigilant mindig is nagyon veszélyes volt, ez egy jó six pick, és nem hiszem, hogy számít rá az M&M Gaming. Nincsen se nomadjük, se Jackal, se semmi olyan, aki igazán nagy counter a roam game-re, vagy a felderítésnek a nagymestere, úgyhogy ja, nagy gond lesz szerintem Leon Gidz a Vigilán, és kifejezetten nem csak maga az operátor, hanem az, hogy Leon Gidz hozza a Vigilt. Igazából ez az, amit kiemeltél te is, ami a leglátványosabb változtatás a Rogue stratján. Ott van Aces-nél egyébként ismételten az Oryx. Oryxot egyébként coastline-on bőven lehet használni. Valamilyen szinte minden site-on persze, de egy villa mellett ránk coastline az, ahol leginkább rá lehet feküdni Oryxnek a képességeire. És az M&M játékosok érkeznek többen egyébként több oldalról. Egyébként például Kitchennél van jelenleg Ivanával. Megküldi a drónját fentre. Dutz lövi meg az entryt, Karzsak ásik, 3-8-ban jelenleg az észt játékos. A gyerekek ilyet nem szabad csinálni. Karzsakan mit keresett ott? Ugye ez egy basic fire. Ja, tehát hogy ő direkt hipíkelt? Ja, akkor meg pláne egy kicsit túlzásnak tartom. Így matchponton kicsit ennél nyugodtabban kéne szerintem játszani, higgadtabban. Nem kell annyira remenni a killekért, értem, hogy 3-7-ben volt, de most nem jobb az, hogy 3-8-ban van. Mindenesetre legalább van valaki, aki az összes kamerát most nagyjából nézni tudja, igaz nem egyszerre. Érkezik Jonka, 10-6-ban van a német játékos, teljesen korrekt stat tőle ezen a pályán is, ahogyan ő általában azért a kötelezőt mindig hozza. Na itt van Leon Gidznek a Vigile már akcióban, amit én annyira
mondtam, hogy hú, de mekkora durranás lesz, és a legjobb dolog a szeletelt kenyér óta. Egyelőre ez inkább csak idő húzásban nyilvánul meg, viszont addig, amíg húzza az időt Leon Gibbs, illetve Aces, nektek addig is gyűlhetnek a pontok az esport1.hu felhasználói fiókotokra. Fontos, hogy ott nézzétek a közelítést, és akkor nem csak csatornapontokat kaptok, hanem olyan egy pontokat, amit el tudtok költeni a piacon, a shopban, felkiáltójel piac, illetve pontgyűjtés több infóért. Egy perc, 10 másodperc van hátra, Corey egyedül Sighton, hárman pedig szétszórodva még a pályán hosszában. Ripszék. Hát nem lenne olyan jó helyzetben, Corey, hogyha most elkezdenék rakni defusert szervizre. Valószínűleg van ott rógos intel is, amit figyelni egyébként Kárzsaka, bár nem tudom mennyire bulletproof kamerája nincsen egyáltalán a rógnak például. Ivulá is hasonlók se nagyon. Távolabb járnak a rogue játékosok, és Leon Gibbs van itt most portánál, illetve Corey tudja az első kenisztörét dobni, és valószínűleg fogja is hamarosan. Igen, érkezett is már. Leon Gibbs továbbra is main doorra figyel, amit Funkers tart egyelőre, de nem pusol be rajta. Lutz pedig fentről figyel, Corey-tól kap egy pár lábonlövést. Én azt mondom, hogy defusert igazából meg lehetne próbálni elkezdeni lerakni Nathan oldaláról. Tehát végez Corey-val. Így meg aztán végkép. Megy is le a defu. Nem lesz a rógnak ezt levédekezni most. Nathan rakja le a defusert, a szép lövés egyébként Leon Gibbs részéről, Jonka viszont végez ripszel. Leon Gibbs pedig kifut, nem jön össze a kill, még csak a defuse telepítő játékosa sem, Jonka végez vele. Aces közben fent. Ez az 1v4-es, ahogy nem fogja tudni megfordítani, már Dutz végez Aces-zel. 6-5. Egyetlen egy pontra van az M&M Gaming az overtime-tól. 6-3-nál eléggé kétségbe esettnek tűnt ez a helyzet az M&M-től, megpróbáltak pusholni amennyire csak tudtak az előző körben és flawless-be hozták, aztán pedig most itt volt ez a 11. kör, amiben jelentősen higgadtabban játszottak, mint ellenfelük, és mindent megvalósítottak, amit akartak, akkor kezdték el a plantet, amikor már ez indokolt volt, és pont akkor mondtad Ádám, hogy lehetne plantelni, 2 másodperc, még egy frag, és planteltek is, úgyhogy nagyon jól érezték, hogy mi a helyes döntés, és Jonkát és Dutzot ki kell emelni, akik, hát Jonka 2-t, Dutz pedig 3-at lőtt, úgyhogy összeadva ők 2-en elhozták a killeket, és hát 11 kört kellett rá várni, Ádám, de megvan az első plant, vagy megvolt az első plant itt a Coastline-on, most pedig az fog eldölni, hogy 7-5 lesz a rognak, vagy pedig megyünk overtime-ra a második mappon. A felállás a Rogue részéről ismételten pontosan ugyanaz az ötös, mint ami volt már jó párszor. Ajánlati ajtóra érkezik ismételten egy Banshee Kajak a részéről. Az M&M szintén ugyanazzal a támadó ötösre érkezik, Jonka 12-6-ban a mérkőzés legjobbja. Ahogy mondta, te is a kötelező szokta hozni a német játékos, viszont annál többet nem úgy gyakran. Ratingben a Kovana ellen az övé lett a legalacsonyabb tulajdonképpen. A második legalacsonyabb pedig Dutzé, aki a második legkiemelkedőbb játékos most jelenleg Jonka mellett ezen a pályán. Ugye tényleg nagyon együtt, nagyon egységesen mondunk az M&M Gaming játékosok. A Rogue oldaláról Karsakalló ki egy kicsit lefelé. Ő volt egyébként a legrosszabb ratingű játékos a Rogue-ból a European League szezon során is folyamatosan. Hát mióta eljött az Empire-ben, hogyha összesen egy vagy két jó meccsét láthatunk volna. Kifelé tűnt. Hát... igen. Egyébként általában support játékosról beszélünk, persze. Ja, az mindig nehezebb az igazi értékét felmérni, mert vannak olyan support játékosok egyébként, akik 2-8-ban vannak, de valójában még annyira sem jók, és vannak olyanok, akik 2-8-ban vannak, és sokkal jobbak annál, mint amit arra egy casual néző mondana. Jonka itt próbálgat összeszedni egy killt, hogy megnézze az entry, egyelőre nem sikerül, Aces pedig lelövi az extra spreadeket, Leon Gibbsnek megvan az első kill, úgyhogy emberönyben a Rogue jobban kezdi ezt a kört, mint például a 10-et, ami szintén egy double bars védelem volt, a gránát gyönyörű júzustól 4v4-jel folytatjuk, szóval a 10. kör is dupla bar volt, akkor Leon Gibbs frosztozott, nem lizsönözött, ez most sok mindenben nem nyilvánul meg, annyi, hogy volt egy entry fragje, majd halála a lizsönnel, igazából az a baj, hogy újabb gúkat már nem tud majd letenni. Ne feledjük el, hogy az a kör, amiről én beszélek, és ami eddig az utolsó double bars volt a 10. körben, az flawless volt az M&M számára. Ez most
jelenleg nem úgy néz ki, mint ami flawless kör lesz, de hát annak sem, mondjuk ilyen fél perccel a véget nem mondtuk volna meg, hogy flawless kör lesz. Aztán megszaladt az M&M, most vajon mi fog következni? Érkezik aztán Nathan-től, és talán-talán egy B-sortot lehet megpróbálnak itt a Sunrise Entrance-ból, és kicsit ezzel maguknak teret nyerni, de Kori azt mondja, hogy területekről beszélünk, jön a Smoke Canister. Aces közben lő egy újabbat, ezzel pedig ismételten ember előnyben a rók. Egyetlen egy keresztőr van még Kori zsebében, elkezdik a... Micsoda, Kori mit pakol már megint? Júzus is hal. Kettős ember előnyben a rók. Rálát egyébként bod a lábára Nathan Korinak, csak ezt így nem realizálta teljesen, nincs neki hozzá X-ray visionje. Funkers közben ellövi egyébként a smoke-ot. Nathan most talán, hogyha be tud jönni site-ra valahogy, megszenved egy kicsit, de igen, repül a C4. Úgy tűnt, hogy kilövi a levegőben, de nem. Bárpult mögött van egy játékos, ez nagyon jól érzés. Azt is, hogy ezen kívül még máshol is vannak. Rips okosan lentartja a fejét. Kársakász, aki el tudja lőni. Nathan, Funkers. Ripset visszalövi. És mi van, Funkers? Még két játékost! És ezzel menti overtime-ra a mérkőzést, Funkers. Hogy? Hát így. Hát. Hogy? Atya. Line-up voltak neki a rogue játékosok. Hát ez Funkers részéről a mes legszerencsésebb, a rogue részéről meg legszerencsétlenebb jelenete. Hát én már konkrétan átírtam az eredményt az alsó csíkon. Nem baj, akkor visszaírom. Én már készültem, hogy oké, okay, mindjárt akkor mutatni kell az eredményt, meg minden. De nem, még legalább kettő kört látunk Coastline-on, és a rogue-nak nem feltétlen kedvez az, hogy védőben kezdenek egyébként. Tehát 3-3 volt mind a kettő. Micsoda? Igen, 3-3 volt mind a kettő fél idő. Tehát nem fix az, hogy kedvez ez a rógnak, hogy ők védőben kezdenek. Funkers meg kicsit szerencséje is volt, de azért kellett ez lélek jelenlét. Így van. És fel is jön Csonka mellé 12 killesek listájára, ami a legtöbb a mérkőzésen. A Sunrise-ba tér vissza a rogue ismételten. Hát egy 3v1-et hozta ki a körből egy másodperccel a vége előtt, úgyhogy annyira nem volt rossz ez a védelem úgy összességében nézve. Megpróbálhatják még egyszer természetesen. Ugyanazzal az ötössel érkeznek most már harmadjára vagy negyedjére, azért gyanítom, hogy valamit a felálláson csak változtatnak. Háromszor vagy négyszer ugyanazt a védelmet nem fog bejátszani. Főleg, hogyha majdnem minden alkalommal bukták, egyszer nyerték, egyszer vesztették, az biztos. Talán csak kétszer volt Sunrise kör, lehet háromszor. Sunrise kör, mármint hogy double bars, úgy érted? Igen, a rogue részéről. A rogue részéről? Háromszor volt. Aha, és akkor kétszer vesztették, egyszer nyerték. Igen. Pontosan, hát a legelsőt nyerték. Igen. Most negyedjére is el kell bukni. Mármint úgy, hogy harmadjára. Negyedjére is ugyanazzal a setup-pal érkeznek kb. Mint az első három alkalommal, amit én figyeltem, ami azért soha nem egy jó stratégia. A legfeljebb egy terved van egy szájtó szerintem ilyen magas szinten. De tényleg ezek az elvesztések is ilyen épp, hogy csak okról beszélünk. Emlékszem, most így eszembe jutott az előző M&M kör, amit ezen a site-on nyertek, az is olyan volt, hogy én azt mondtam volna, hogy a rogue nyeri. Ezt meg nyilván azt mondtam, amikor Funkers 1v3-ban maradt. Elhullott defuserrel, meg mindennel. Funkers megáll és gondolcik is egy kicsit a csapattársaknak. Banshee, illetve még valami kiszedve. Lehetséges, hogy ez pont egy drón volt, amit Jonka ott hagyott véletlenül, vagy a csapattársa ott hagyott véletlenül. Közös pedig szépen lassan használja el a kalapácsát, azért jó pár ütésre jó az még. Itt a fenti szinten már lassan a Coastline Rebirth érkezik tőle. Funkers kifutót tart. Még ezzel a famasszal nem a legkellemesebb feladat ez. Épp elég nagy rekordja van ahhoz, hogy zavaró lehessen már egy ekkora távolságra, amikor egy fejet kell megtalálni. Én valószínűleg nem lőnném el azt, aki ott kifut, bár én nem vagyok Funkers. Ez is igaz. Csonka pedig berobbantja tovább gyakorlatilag Sunrise platformot. Jön a Gán át Júzustól, de nincs ott senki most. Oda döntés volt Koditól, hogy kifutott.
Viszont a shield az széttörik, úgyhogy nem tud oda visszamenni Cory, hogyha akarna akkor sem, és nagyon ki van szorítva abból a sarokból, abból a north... Hoppá. Northwest sarokból, ami jó lenne, és... Twitch drone. Hát a Twitch drone az nem fogja tudni megölni, mert 20 HP-ja van az injured embernek, igaz nem írja, de ilyenkor annyit kéne sebezni. Néha nagyon távolról lövött pisztolyjal az injured testbe, akkor nem hal meg egyből, hanem kell bele kettő éppen ezért, Twitch drone-ból pedig 20 lövés kéne. Aces mit pakol Funkersre? Jó isten, Nathan teszi a diffuser-t, és ez talán le is tud menni, igen, lemegy a diffuser, és nagy bajban a ró, kérem szépen Jonkának, itt van Ripsre egy újabb frag, már a 13-at lövi a német játékos, és nem tudja a rók, hogy mit kéne csinálni, tanácstalanok, jelenleg igaz, hogy lefregeli Leongitz, Juzust jön fel, Aces a lépcsőn, de elkapják Holvéről, aztán pedig elszabadul a pokol, egyedül van Karzseka, nem fogja fel tudni felszedni Corit, nincsen meg a reset, és nem is lesz, nem is célez most jelenleg, vagy hát nem tudom, lehet mégis cél, de ez így nagyon rotty, mert ezzel elmegy még 5 értékes másodperc, és itt nem beszélhetünk szerintem Diffuser Disable-ről, ugrik kidac, és ha kiüti az ablakot, utána minden jó lesz, és szép, vagy nem? Lehet végigszedik Cory, nem már srácok, mit csináltok? Jó, megoldja végül Nathan lélek jelenlétből, de ez sokkal izzadósabb lett a végére, elmenem szempontból, mint kellett volna, hogy legyen. A rógosoknak nem volt semmi a kezükben ebben a ritékben, ki voltak szorítva site-ról, emberhátrányban voltak, és mégis kb. Nem tudom, 2 másodperc volt, vagy másfél, hogy meglegyen, majd mindjárt megnézem pontosan mennyi volt, kilassítom magamnak. De ja, Nathan-től szép volt ez a dupla lezárás, de ennek sokkal simábbnak kellett volna lennie MNM oldalról. Hát ez mindkét oldalról azért elég izzadósa sikerült itt a és végén valóban. 7/10 másodperc volt, tehát jóval kevesebb, mint amit először gondoltam. Hát nézzük meg még egyszer, ez egy hatalmas lövés Aces-től. Meg is kapjuk a gyönyörű pixeles verziót. A Nathan 1 és 2, picit őt is megütötte a flashbang, szerencsére pont csak annyit, egy másodpercen belül vissza is nyerte a látását, és pont be tudta lőni Coryt. Ezzel pedig 7-6 az MNM Gamingnek, közeledik a 3. pálya, viszont az nem mindegy, hogy ennek kinek örül jobban, vagy igen, annak ki örül jobban, hogy közeledik a 3. pálya. De elséges, hogy az MNM fog sikerül megnyerni ezt. 6-3-ról bukhatja el a róga pályát, ugyanis sorozatban 4 kört hozott az MNM, most viszont védeniük kell húkában, illetve biliárdban. A Frost megint csak itt van. Igazából a shield azt megint szállítja a csapattársaknak, smoking kívül van egy második is. Ezen a shielden összességében sokat nem nerföltek, csak az operátorokban azzal, hogy kevesebbnek van, mint volt korábban. Igazából ez is ugye a meta szempontjában. Hát az operátoroknak buff, akiknek van. Vagy most arra gondoltál, akiknek már nincs? Akiknek már nincs, Vamájnak elsősorban. Igen, korrekt. Hát akár Valkyrie-nek is, de jó, most hát nem tudom. És C4 meg Impact az mindig jó, olyan szóval az úgy nem rossz. És hát például az ének nem sok buff volt. Igen. Esetleg, hogyha van olyan strat, ahol van már legalább 2 C4, akkor Valkyrie-vel lehet hozni éppen shieldet C4 helyett, hogyha kellett, vagy hát lehetett. Igen, most meg Impact-et. Láttam tegnap egyébként olyat, hogy a Meluzinál volt C4, és a Valkyrie-nél Impact, mikor pont fordítva szoktuk meg, de ez ízlések és pofonok különösebb jelentősége nincsen. Viszont ennek a körnek különösen nagy jelentősége van, úgyhogy chaten arra kérnénk mindenkit, hogy szurkoljatok annak a csapatnak, aki a szimpatikusabb, aki a kedvencetek, akár a játékosnak is konkrétan, hogyha valamelyik player a 10-ből nagy kedvencetek, mert szükségük van a biztatásra, és én azt mondom, hogy ha ez MNM elbukja ezt a mappot, amit ugye most távol állnak, de bármilyen történhet, akkor automatikusan a 3. maphoz is hozzá fog járulni, mert az egy hatalmas ilyen remények összetörése lenne, hogy sorozatban hozzak 4-et és onnan bukják el. De ettől távol vannak, nem akarom az ördögöt a falra festeni. Ki tudja, lehet, hogy ezt simán lehozzák, és akkor megyünk egy 1-1-gyel a 3. mapra, ami egyébként club lesz, hogyha jól emlékszem. Jön az első hívás Aces-től, lehet, hogy nem sokára a második is kijön, nem szoktak sokat várni a dokebbik. Hoppá, Aces és Leongitz 1-1 kill, kirobbanó formában a német és a brit játékos is. Ketten maradnak az MNM-től, meg tudják-e csinálni vagy sem, egy lehetetlen szitut hozott már innen MNM-es, viszont most Funkersnek nem 1v3-at, hanem 1v4-et kéne hoznia pláne, úgyhogy csörög a telefonja, nem történik meg, látni fogunk Coastline-on egy 15. mindent eldöntő kört.
Kóréje a záró. Pont egyébként nálad volt szó, úgyhogy nem akartam közbeszólni, de ott Kóréje kicsit csúnyát visszelt a Froston. Akartam is említeni, hogy ezt illet volna előni, hát Kóréje azért jóvá tette ezt a hibáját. Többek között Smoke-kal végzett itt utolsóként. És egy elég sima rókört láthattunk, Húka és Billiard következik ezúttal a rógoldáról, és ténylegesen a mindent eldöntő túlzás talán, de ezt a pályát mindenféleképpen eldönti, és azt is, hogy látunk-e a három pályánál garantáltan többet, de, vagy lehet, hogy csak annyit. Aces továbbra is a legkiemelkedőbb játékos a rókból, illetve Leon Gates most ezúttal Mozit, illetve Maestro-t hoznak. Két olyan operátort, akik Firepower-ben nagyon jónak bizonyulnak a védő oldalon. De ezt egyébként szinte az összes rók játékosról elmondhatjuk, illetve a fegyveréről. Még talán Rips van a legrosszabb helyzetben ilyen szempontból az SMG-vel és a shotgunnal. Távolra kicsit nehézkes ezekkel a fegyverekkel lőni, közelre viszont legjobbak, leginkább. Támadóknál szintén, hát azt mondani se kell, hogy a legjobb fegyverek támadó operátorok között, nem tudok 5 olyan operátort kiemelni szinte, akinek rossz fegyvere lenne. Közben pedig, hogyha te beszéltél a fegyverekről, én beszélek egy kicsit magáról, a Sight-ról. Húkát pikkelt a rogue, amit eddig egyetlen egyszer láttunk tőlük, ami kifejezetten meglepő szerintem Kostánul, úgyhogy egy teljes védőfélidőt lejátszottak, és még mellette egy 13. kört is védőben már letoltak. Az volt az a kör, az az egyetlen húkakörük, amikor Kárzseka lehozta az 1v2-t, lejárt Fonkersnek az ideje, és így az 1v2 elbukta. Kárzseka pedig összességében az 1v2-t lehozta, mint mondtam, akkor is Melúzival volt egyébként, ahogyan a csapattársak többsége is azokat az operátorokat hozta, mint most, kivéve Leon Gidz a Legion-t Maestro-ra cserélte ahhoz a körhöz képest, támadóban viszont ugyanaz az ötös van, úgyhogy talán az MNM-nek ez lehet a meglepetés, hogy hát az Evil-ájokkal nem feltétlenül akartak találkozni, de mindenképpen fognak velük találkozni, ez jelentheti a különbséget. Viszont a Rogue azt szeretné, hogy különbséget jelentsen, de ne úgy, hogy elbukják ezt a kört. 2-0 az már eléggé kényelmes lenne a szériában, úgyhogy most minden eddiginél jobban oda kell tegyék magukat. De ez igaz az MNM-ről is, sőt, rájuk még inkább igaz, csak eddig 1-0 ezen a szájton a Rogue, vagyis elnézést, 1-0 a Rogue ezen a szájton védőben, de 1-1-et megnyertek, úgyhogy bizakodhatnak a Rogue szurkolók. Aces drónozik be VIP-ba, Mozival, és aztán el is rejti a drónját, nem igazán, így végül ki is lövik döccék. Elkezdik a peletekkel átlőni a falat VIP-ba, Rips-től jöhet vajon jól a cél, így nem jön jól, illetve hát jön valahova. Jelenleg nincs ott MNM Gaming játékos, a kérdés az, hogy ki tudja elhasználni a tökéletes ütemet. Kanapé mögött landolt, az is lehet, hogy oda egyáltalán nem fog menni MNM játékos. Egyelőre a peletek nem indulnak neki az égésnek, jammelve van a fal természetesen. Robbantja Rips a C4-ét végül, és hát ez tökéletesen a kanapé alatt landolt, úgyhogy ezzel kb. Nem is lehetett volna kill-t szerezni semmiféleképpen sem. Ezért C4-ért ebben a formában kár. Bunker start flanket egyelőre, Aces szintén egy C4-el tud játszani jelenleg akvárium alatt. 55 másodperc van hátra. Jonkal elő egy concussiont, úgyhogy megtudja, hogy ott játszik bizony valaki a pult mögött, méghozzá Kárzseka. Neki kell ártani a következőekben, kap még egyet, és aztán Kárzsekát együttes erővel lelövik. Jonkát visszalövi egy játékos, Leon Gitz. Fonkelsz pedig egy HP-ra lőtte le maga Kárzseka, úgyhogy ezzel azért elég sokat hozzátett most a körhöz. Ugye Aces valahogy megtalálja őt a padlón keresztül, akár csak egyetlen egy történjel, az már nagyon jó lesz. Fonkelsz a falon keresztül próbálkozik. Hát Aces lent a C4-jel, nem a C4-jét, azt kidobta, viszont ő maga lent van még. Addig nem igazán tud plantelni biztonságban az MNM. A Rogue most kivár. Igazából az MNM-nek kell lépnie, és Aces alulról gyönyörűen ellövi a Diffuser Carrier embert, aztán egy kill, még egy kill, Fonkers helyedő, ezt nem fogod lehozni, elhozza a Rogue a 15. kört, és vele együtt 8-7-re ezt a pályát, ugyan az overtime-ot kiharcolta az MNM, de aztán intézi az EU, vagy akár német csapat, ha úgy tetszik, ezt a bizonyos Coastline pályát. Hihetetlen, hogy milyen szinten most megszakad a szívem az MNM-ért, és pontosan ezt mondtam egyébként Ádám a
a hanyadik, 12. kör után, nem, 13. kör után, 7-6-nál, hogy az M&M eddig megcsinálta, overtime matchpontjuk van, visszahozták 6-3-ról, és utána 7-6-ról elbukják 8-7-re, komolyan mondom, megint csak az látszódik, ami konzuléten is már megmutatkozott, különösen az első fél időben, hogy ekkora nyomás alatt ezek a játékosok még nem tudnak játszani, és lehet, hogy ez most egy nagyon bold prediction lesz, de én azt mondom, hogy a harmadik pálya sem lesz ennél csodásabb a britek számára, innen folytatjuk mindjárt.